Hölgyeim és uraim, a társulati esték sorozatunkban a mai alkalommal a vendégünk dr. Gedai István, numizmatikus, régész, muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója. Ami időszerűvé teszi ezt a beszélgetést, az a 2014. augusztus 20-án adományozott Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés. Röviden idéznék a magas elismerés átadásakor elhangzott laudációból. A nemzeti emlékezetpolitika a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelme, továbbá az 1956-os forradalom és szabadságharc hagyományainak továbbadása érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. Egy ilyen hivatalos esemény bizonyos értelemben mérföldkőnek tekinthető egy életút során. Egy kiemelkedő alkalommal érdemes megállni és visszapillantani a megtett útra. Erre kérném most dr. Gedai István urat is. Őt a mi köreinkben elsősorban numizmatikusként ismerjük, tehát először arra kérném, hogy beszéljen az indulásról, arról, hogy mi vonzotta az érdemtan tudományához, és milyen kapcsolatok kötötték őt a magyar numizmatika nagyjaihoz. Hát az biztos, hogy hosszú az út a kezdettől eddig a napjaikig, hiszen a kezdetek azok visszanyúlnak általános iskolás és gimnazista koromra, amikor egyáltalában a történelem ismerete, a történelem iránti érdeklődés határozta meg egész valómat, az akkori könyvek, ifjúsági könyvek, de a komolyabb könyvek is, gondolok itt a Donászi könyvekre, Gárdonyi könyvekre. Ugyanakkor a cserkész értékrend is azon megnyilvánult minden esetben, hiszen mi még Koszter atyán és Tóth Tihamér munkáin nevelkedtünk, és ezek összessége alakította ki azt, hogy előbb-utóbb a tárgyi kultúra felé fordultam, és a tárgyi kultúrában az érmeket találtam meg. Egy első alkalommal egy osztálytársam egy római pénzt hozott be az iskolába, és mutatta nekem, és akkor döbbentem rá, hogy valójában a pénzek mit jelenthetnek. De hát én soha nem foglalkoztam, és soha nem is érdeklődtem a római kor iránt. Mindenkor a magyar középkor volt az előtérbe az én érdeklődésemnek, és így kerültem azután be az éremgyűjtők közé, mégpedig konkrétan bementem először Huszár Lajoshoz, akit a magyar numizmatikának talán az egyik legjelentősebb alakjának tartanak, és ő mondotta, hogy hát jöjjek ide be a társulatba, aztán később az érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetemre kerültem, régész szakra, ahol ugyancsak egy csodálatos mester, lehet mesternek mondani László Gyulát, és ő szárnyai alatt Huszár Lajossal együtt alakították azt a jövőmet, amelyik végül is a numizmatikához vezetett. Köszönöm szépen! Ahogy az amatőr numizmatikusok specializálódnak egy-egy szűk területre, és annak válnak szakavatott kutatóivá, így dr. Gedai István is kiválasztott egy területet, mégpedig a honfoglaláskor numizmatikáját, ezen belül is Szent István pénzverését. Számos tudományos dolgozata foglalkozik ezzel a korral, és igen jelentős eredményeket ért el. Kérem, hogy nagy vonalakban mutassa be az elért kutatási eredményeit. Egyébként az az érzésem, hogy nem én találtam meg az érdeklődési körömet, hanem az érdeklődési kör talált meg engem. Pontosabban egy olyan rendkívül nevezetes éremlevelet került elő, amelyeket először nem értékeltünk a maga helyén. Ez Nagyharsányban került elő, és akkor aztán már az éremtárban dolgoztam, amikor ez az éremlevelet előkerült,
és Huszár Lajos akkor nekem mondta oda, hogy hát ő dolgozza fel. Én elkezdtem, azt mondotta, hogy cseh, meg lengyel pénzek vannak benne, középkoriak, és emlékszem arra a pillanatra, amikor a 80 darab éremből álló leletből 40 darab olyan pénz volt, amely az előlapján az a Lancia Régis felirat, hátlapján pedig Régia Civitas, a kornak megfelelő éremképpel, és nem szerepelt rajta az uralkodó neve, ami hát furcsa, tehát abból nem tudok kiindulni, hogy ez milyen pénz. Egyébként az irodalomból ismert volt, és egy nagyon jó minőségű pénz lehetett annak a kutatónak, aki összeállította a német pénzeknek a korpuszát, és abban volt, hogy a Dannemberg 19. századnak a közepetáján, és ez a munka a század végén jelent meg, és abban szerepel, de miután rendkívül tökéletes volt a pénz, ugyanolyan tökéletes, mint ezek a pénzek, és ő egy modern hamisítványnak vélte. Utána egy kicsit rosszabb állapotban előkerült egy svédországi leletből, ami nyilvánvalóan egyértelművé tette, hogy nem modern hamisítvány. Na de ha nem modern hamisítvány, akkor ki a kibocsátója, mert azért itt van 40 darab pénz, és sikerült rendkívül pontosan felmérni őket, és leismérni, és teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy érem típus, tehát nem egy egyedi darab, hanem egy típus, amiből több példát vertek. Ez a 40 darab is mindössze két verőtővel készült. Tehát egy verőtővel többet vertek. Hát, na, szumma szummárum, végül is azért mégiscsak rádöbbentem arra, és a mai napig is így van, előttem látom az éremet, hogy akkor szinte úgy elöntött a hullám. Hát a régi, a Civitas az, amelyik itten a kulcsot adja, ami közismert volt már a 18. századtól, hogy Szent István pénzeinek a felirat a régi a Civitas. Hogy én ne húzzuk tovább azért ezeket a részlet kutatásoknak az ismertetését, tehát rendkívül módon utána kellett nézni, hogy milyen szerepe volt a magyar Szent István kori Magyarországnak, a Lándzsának, milyen volt az az éremkép, látszott, hogy ez nem az a szokványos nyugat-európai éremkép, hanem a magyar honfoglaláskori motivumok köszönnek vissza ezen az éremképen. Végül is teljesen egyértelművé vált, amit aztán később minden valamennyi kutató elfogadott, hogy kérem, ez Szent István pénze, méghozzá Szent Istvánnak az első pénze, azt, amelyiket közvetlen koronázása után veredhetett. Köszönöm. Hát, hogy ez a dolog így dióhéjban elmondva jól hangzik, de hogy itt milyen munka állt el mögött, a felfedezés mögött, az például ez a könyv, ami ezt írja le, a kutatást, ezzel kapcsolatos forrásokat és a konklúzióját a dolognak, úgyhogy ez teljesen új alapokra helyezte a magyar pénzverés kezdeteiről eddig kialakított képünket. Hát sokáig tartott is ennek a kutatása. Hónapokat töltöttem svédországi, németországi múzeumoknak az éremtáraiban, és amíg végül is minden, amíg összeállt. Összeállt, jó. Nyilvánvaló, hogy nézőink nagyobb részének ismerős ez a helyszín, ahol most beszélgetünk, azoknak, akiknek nem, azoknak elmondom, hogy a Magyar Numizmatikai Társulat Csepregi utcai helyiségében vagyunk. A Magyar Numizmatikai Társulat története és dr. Gedai István élete hosszú időn keresztül szoros kapcsolatban állt, és áll a mai napig, hiszen ő a társulatunk tiszteletbeli elnöke. Mai formáját és működési kereteit az ő munkássága alapozta meg. Kérem, hogy beszéljen a társulat újkori történetében betöltött szerepéről, illetve arról, hogy miként sikerült a magyar numizmatikát a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe újból bekapcsolni. Hát, talán nyúljunk vissza a második világháborút követő időkbe, amikor a
megszüntették a Magyar Numizmatikai Társulat önállóságát, és ugyancsak Huszár Lajosnak tartozunk hálával azért, hogy megmentette a társulatot úgy, hogy először csatlakoztatta a Magyar Régészet és Művészet Történeti Társulathoz, és annak lett egy szakosztálya, majd pedig egy felülvizsgálat, felmérése, de mondjuk az egy nagyon komoly hiányosságoknak a tapasztalata vezette a Magyar Tudományos Akadémiát annak a felismerésére, hogy mégiscsak önálló társulat kell, hiszen ez nem függ össze azzal a társulattal, a Régészeti és Művészettörténeti Társulattal, ahol kizárólag professzionális kutatók vannak, a numizmatikai társulat pedig egy olyan társadalmi szervezet, ahol az éremgyűjtők együtt dolgozva a hivatásos numizmatikusokkal, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának munkatársaival. Tehát ezek összessége egy olyan szervezetet igényel, ami teljesen önálló. Ugyanakkor a Magyar Tudományos Akadémia felismerte ennek a tudományos jelentőségét, és felügyeletet vállalt a társulat felett, és gyakorlatilag hát egészen a legutóbbi időkig ez a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alatt működött, ami felügyelet tulajdonképpen elsősorban inkább csak támogatást jelentett. És de hát azért mégis ez a társulat adja ki Magyarország egyetlen tudományos folyóiratát, a numizmatikai közlöny, amelyik 1902 óta rendszeresen megjelent minden évben, majd időnként két évente, mai napig is két évente, de rendkívül jelentősen és pontosan mindenkor megjelent, még, hála ugyancsak ismételten Huszár Lajosnak, és nem győzöm eleget hangsúlyozni a másik nagy példaképemet, Huszár Lajos mellett Hóman Bálintot. Hála az ő tevékenységének a háború alatt is megjelent, és utána hát ugye sajnos Hóman Bálintot és Hóman Bálint is áldozata lett az 1945 utáni terrornak, és de hát Huszár Lajos pedig azért tartotta a frontot, és ez a numizmatikai közlöny mind a mai napig rendszeresen megjelenik, és képviseli, nemzetközi szinten is képviseli a magyar numizmatikai tudományt. Önt 1990-ben kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató helyettesévé, majd 1993-ban főigazgatóvá. Ez természetesen változást hozott az életébe, ám a tudományos kutatómunkát nem hagyta abba, hiszen 1994-ben jelentkezett Szent István király aranypénzéről szóló tanulmányával. Kérem, röviden mutassa be az Árpád-kori aranypénzverés történetét. Magyar Nemzeti Múzeum éremgyűjteményében szerepelt két aranyérem. Úgy vélték, hogy ez egy egészen későbbi fiktív pénz, amit valamikor a 18-19. Században készíthettek, és ez így szerepelt a múzeumnak a nyilvántartásában. Majd jött egy német kollégánk, aki Gótából, és a gótai herceg gyűjteményében is volt egy ilyen pénz, egy érem, aranyérem, és a hercegnek a gyűjteményét az 1700-as évek legelején katalogizálták, és akkor ez már ott volt. Na most ez eleve felvetette az emberbe azt, hogy ha ez ilyen kicsi, akkor a fiktív jelzővel is valami baj lehet, mert a középkorban, illetve késő középkorban, újkor kezdetén minden ezüstpénzt, ezüst érmet, nem pénzt, érmet, azt is a pénznek a pénzlába szerint verték, az ezüstérmeket a talér pénzlába szerint, az aranyérmeket a dukát pénzlába szerint. Ez pedig a mindhárom közismert, a gótaival és a magyar közismert aranyérmeknek is a súlya pontosan mindegyiknek 4,5 gram.
ez pedig a korai bizánci aranypénzeknek a pénzlába, tehát teljesen egyértelmű, hogy az eredetét ott kell keresnünk. Nos, ugyancsak hosszú munka során sikerült még fémösszetétel vizsgálatot is végeztünk, és teljesen egyértelmű volt, hogy ez Szent István korában készült aranypénz, bizánci mintára, és ez egy kicsit még felveti Szent Istvánnak a politikáját is. Ugyanis Szent Istvánnak a jelentősége az azért sokkal nagyobb, mint amit egyes időközökben ezt úgy elismerték. Én azért, ma államalapítónak mondják, na ez azért egy kicsit nem így történik, a magyar állam gyakorlatilag a pozsonyi győzelemmel 907-ben és a pusztaszeri országgyűlésen hozott törvényekkel a magyar állam megszületett. És keresztények is voltak már akkor közöttünk. Szent Istvánnak a nagy-nagy jelentősége az abban állt, hogy európai királyság rangjára emelte, birodalommá szervezte, közigazgatásilag is, ugye a megyerendszerrel, és egyházal is a püspökségeknek a kialakításával. És olyan törvények születtek, amelyek ennek a két jellegnek, magyar és keresztény, ennek megfeleltek, és ennek a tudatában szervezte meg a magyar birodalmat, és ez a pénzverésben is megnyilvánult, nyugati mintára a magyar denárrendszer, ami az előbb említett pénz tartozik, és bizánci mintára pedig az aranypénzt. Szent István pénzeiről és pénzverdéjéről összefoglalóan szólt a Szent István Tudományos Akadémián 2008. december 5-én tartott székfoglaló előadásában. Tudományos munkássága mellett azonban a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság alelnökeként is aktív szerepet vállal a magyarság történelmi tudatának ébresztésében. Szeretnénk hallani a véleményét ennek a kérdésnek a társadalmi fontosságáról. Tulajdonképpen most egy kicsikét, nem tudom, hogy fogadjál, akár társadalmi is, hogy valójában a numizmatika, a pénztörténet az eszköz az én kutatásomban. Eszköze a magyar történelemnek, vagyis részese a magyar történelmek, és itt ismét hivatkozik Hóman Bálintra, aki ugyancsak pénztörténészként indult, majd pedig a pénztörténetet szép magyar szóval integrálta az általános történeti kutatásba. Tehát az 1916-ban megjelent nagy magyar pénztörténet, az Árpád-kori pénztörténetet foglalta össze, ezt építette bele a úgynevezett Hohmann-Szegfű nagy történelem sorozatában. Ez én előttes mindig példa volt. És hivatkoznék még emellett Szent Pálnak a levelére, aki azt mondta, hogy ha szeretet nincsen bennem, mit sem ér az én tudományom. Én ezt úgy fogalmaztam erre, hogy ha én a tudományos kutatási eredményeimet nem tudom átadni a társadalomnak, és a társadalom nem tudja úgy fogadni, mint a magyar történelem összességének ismeretét, akkor mit sem ér az én kutatásom. És ezt próbáltam a másik területen is, a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság munkájában is érvényesíteni, a magyar történelemnek az ismertetését, mert a magyar történelemnek az ismerete az egy rendkívül fontos lenne a magyar társadalom nemzettudata szempontjából, hiszen nem véletlen, hogy a körülöttünk lévő országunk ugye most építik a múltat, nekünk nincsen szükség, hogy ma építsük a múltunkat, mert nekünk olyan múltunk van, aminek ismerete tartást ad a magyarságnak, és erre ma különösen szükségünk van, akkor, amikor egyrészt az egész magyar közelkölcsöt megtépázták, és megtépázták azt a nemzettudatot, amit, mint az előbb említettem, tartást adhat a magyarságnak jövő felé.
sajnos nem olyan időket élünk, amikor az elmélyült kutatásnak és az aprólékos felfedező és gyűjtő munkának nagy divatja lenne. Mégis fontos, hogy fenntartsuk a lehetőségét annak, hogy az érdeklődők igény esetén lehetőséghez jussanak az éremtani tudásuk elmélyítése terén. Ennek kapcsán szívesen hallanánk a véleményét a Magyar Numizmatikai Társulat jövőjét illetően. Hát én azt hiszem, hogy itt is az előzőekből következik, talán az előzőeket folytatva. Bizonyos értelemben végül vissza kell nyúlnunk a társulat eredeti összetételéhez és az eredeti céljához. A célja pedig az volt, hogy összegyűjteni azokat a magyar értékeket, rendszerezni, amiből utána ugyanaz a történelmet lehet csinálni. Gondoljunk az alatt esetben akár Dezsőfire, vagy hát olyan gyűjtőkre, akiknek a gyűjteménye a magyar pénztörténeti kutatásnak alapjává vált. Tehát ehhez kell visszatérni. Olyan gyűjtőkre van szüksége szerintem a társulatnak is, és a magyar gyűjtői társadalomnak, akik a gyűjteményüket úgy ismerik, hogy be tudják építeni a történetkutatásba. Ez ma kicsit sokkal nehezebb, mint régen volt, ugye, mert a mai oktatási rendszerben hiányzik a latin hát mondjuk még így a görög nyelvnek az ismerete is, és ne feledjük el, hogy 1848-ig a magyar pénzeknek latin nyelvű volt a felirata. Tehát a latin tudás az szinte elengedhetetlen ennek vagy legalábbis némi ismerete, bár kétségtelen, hogy segítenek olyan munkák, mint a közelmúltban jelent meg Sós Ferenc taktársunknak a munkájaként, aki a magyar pénzeknek a rövidítéseit, latin nyelvű rövidítéseit feloldva adja meg a gyűjtőknek, de valahogy azért ehhez kellene visszatérni. És vissza kellene térni ahhoz is, hogy kérem, a Magyar Numizmatikai Társulat az nem egy kereskedelmi társulat, vannak már magyar kereskedő cégek, nagyon jó nevű cégek, értenek is a dolgokhoz, és ki tudják elégíteni a magyar gyűjtői társadalmat. És végül is itt is csak meg kell, hogy nyilvánuljon az etika. Tehát a gyűjtőknek az a társasága, és most így mondtam, hogy társaság, és nem társulat, mert társulat az a szervezeti forma, de valójában tényleg egy társaságnak kellene összeolvadniuk, és ez adhatja meg a jövőt is. Köszönöm szépen. Végezetül engedtessék meg nekem, úgyis, mint dr. Gedai István méltatlan tanítványának, hogy gratuláljak a magas kitüntetéséhez, és közöngő 80. születésnapja alkalmából jó egészséget, hosszú, boldog és sikerekben gazdag életet kívánjak neki. Köszönöm szépen.